ugyanannyi munkát tesz bele, tehát most a parásokról beszélek, tehát ők ugyanannyi munkát tesznek bele, mint mi, szóval igazából nem hinném, hogy különbséget kéne tenni a kettő között. Nyilván, tehát most nézettségben lehet, hogy az olimpia az nagyobb szerepet kap ebből a szempontból, és ezért több benne a pénz, és akkor ezért jobban megbecsülik úgymond őket. De hát ezzel szerintem nem lehet mit csinálni. Mi is ugyanannyit dolgozunk a sikerért. Én azért már 10 éve integráltan készülök a világversenyekre. A csapatomban több sportolók jutott ifjúsági Európa-bajnokságra, világbajnokságra, ott akár érmet is szereztek. Van olyan csapattársam, aki olimpiai A-szintet úszott, úgyhogy abszolút integráltan készülök. Ugyanazt az edzésmunkát végzem el, ez kb. Egy nap 6 órát jelent, kétszer-két órás vízi edzés, illetve egy 2 órás szárazföldi edzés. Hát igazából ennyit tudok mondani, talán itthon még nincs akkora kultúrája ennek, mint esetleg nyugati társadalmakban, de az, hogy élőbe közvetített a televízió, ez mindenképpen egy előrelépésnek gondolom. Egyforma mércével is mérnek bennünket, hiszen ugyanazt a fajta kitüntetést kaptuk meg. Nem hiszem, hogy különbséget kellene tenni. Külön versenyszámunk van, természetesen ebben az esetben különbözőek vagyunk, de az eredmény az nem külön ugyanaz, és ezért vagyunk mi itt mindannyian.